Sziasztok! Matyi vagyok, és ma az elmém erejével köszöntelek titeket. Hogy minek köszönhetem ezt az új képességemet? A The Mind érez rá egy kooperatív csapatjáték, ami 2-től 6 játékos szembesít egy végtelenül egyszerű, de mégis annál lehetetlenebbnek tűnő feladattal. Készen álltok felnyitni a harmadik szemeteket és ráérezni egymás gondolataira? Keverjétek meg és helyezzétek el a The Mind 100 számmal megírott kártyáját az asztal közepére. Játékos számtól függően pakoljátok a pakli mellé a szabálylapon megírott mennyiségű szintkártyát, emelkedő sorrendben, illetkártyát és dobócsillagkártyát. Mindenki húzzon egy-egy számon megírott lapot, és kezdődhet a játék. A feladat igen egyszerű. Helyezzétek el a kezetekben lévő kártyákat az asztalra növekvő sorrendben. A trükk? A játék alatt nem szabad megmokkanni se. Ugye, hogy hirtelen kicsi nehezebbé vált a kihívás? Amennyiben valaki hibázik, és olyan kártyát rak le a kezéből, ami nagyobb volt bármelyik másik játékosnál található kártyánál, a kisebb értékű kártyákat dobjátok ki, és a csapat elveszít egy életet. Amint az összes játékos kijátszotta minden kártyáját, sikeresen befejeztétek a szintet, és a csapat tovább léphet a következő szintre, ami néha jutalommal, plusz élettel vagy dobócsillaggal jár. Keverjétek újra a paklit, a szinten megfelelő mennyiségű kártyát osszátok ki megint mindenkinek, és folytatódhat a játék. Ha senki sem mer igazán elhelyezni egy lapot, bármelyik játékos felemelheti a kezét, ezzel jelezvén, hogy egy dobócsillagkártyát szeretne kijátszani. Ha mindenki más beleegyezik, dobjatok ki egy dobócsillagot, valamint minden játékos legkisebb értékű kártyáját. A játék legfontosabb része a többi játékossal való harmónia. Rá kell érezni a többiek gondolataira, épp ezért bármelyik játékos bármikor stoppot kiálthat. Stop! Ekkor mindenki helyezze be a kezét az asztal közepére, és próbáljátok meg néma csöndben megtalálni a közös hullámhozt, mielőtt visszatérnétek a játékhoz. Ha sikerült az összes előírt szintet teljesítenetek, megnyertétek a játékot, és magasabb tudati szintre emelkedtetek. Ha ennek az elérése előtt bármikor elveszítenétek az utolsó életeteket is, sajnos a játékot elvesztettétek. A The Mind minden bizonnyal az egyik legfurcsább játék, amit valaha bemutattunk nektek, de egyben az egyik legjutalmazóbb is, ha sikerül a baráti társaságotoknak igazán ráhangolódni egymás gondolataira. Vajon képesek vagytok feje tetejére állított pókerként egymás minél jobban leolvasni és felülkerekedni a feladaton? Jó játékot kívánok!